Sziasztok, Tóth Roland vagyok, a Káosz felszámolásán dolgozok, ami azt jelenti, hogy a prágai raktár az teljesen meg lesz szüntetve. Aki az elkövetkező két hétben nem kapja meg a termékeket, amit rendelt eddig, mindenképpen e-mailben határozottan kérném, hogy e-mailben vegye fel velem a kapcsolatot, nem Skype-on, nem messenger nem viber nem, nem tudom micsodán, hanem e-mailben. Köszönöm. A forgalomról csak annyit, hogy a tegnapi nap több mint 20, nem tudom, hogy hány sok csomagot adtunk fel, de még egy-kettő hátra van. A prágai raktárral és szájtási módszerrel azért voltak gondok. Hivatalosan a termékek Kazasztánból származnak, onnan kell hozzátok eljutatni valahogy. Most innen Bécsből kerül kipostázásra minden egyes Termék. A villanófényes terápiás készülékek egyelőre még úton vannak, de az elkövetkezendő körülbelül két hétben meg kéne, hogy kapjátok. Tehát azért mondom, hogy mindenképpen vegyétek fel velem a kapcsolatot, és akkor nagyon sokan még letöltöttétek a Telfa a olaj mátrixot is, ugye, mivel ingyen van. A forgalomról csak annyit, hogy több mint 300 letöltés volt kettő nap alatt, tehát hogy viszonylag szerintem érdekelt a téma. Legalábbis, legalábbis, nekem úgy tűnik. A legtöbb embernek sikerült, viszont soknak nem. Úgyhogy akkor most a videóban elmondom, hogyan lehet letölteni a Matrixot. Jó, Tehát itt van a videó alatti linken egy, a videóti leírásban itt van egy link. Ezt meg kell nyitni, rá kell nyomni utána meg kell vásárolni nulla forintért tehát a telfaolaj mátrixot. a link rányom, akkor bejönnek a mátrixok a lista. Kiválasztod a telfaolaj mátrixot, nulla forint, meg kell vásárolni. Tehát minden adatot ki kell töltened, és ha ez megvan, akkor onnantól be tudsz lépni a weboldalra, ahol le tudod tölteni, sőt e-mailben is kiküldjük, onnan is le tudod tölteni. Bármelyik nem működne, következőt kell csinálni, be kell lépni a weboldalra, jelszót felhasználni, mert nem fogsz tudni, mert hiszen legelső alkalommal nincs jelszó szó az elfelejtett jelszó linkre rá kell nyomni. A rendszer kiküld neked egy e-mailt, ebben az e-mailben a megerősítő linkre rá kell nyomni. Ott az új jelszót be kell állítani, és akkor már be tudsz lépni a rendszerbe. Ez a régi megrendelésekre is ugyanúgy érvényes. Tehát sokan írták nekem, hogy ezt meg azt vásároltak, és nem tudnak az oldalra belépni, mert elfelejtették a jelszavukat. Ott van az elfelejtett jelszó link, rányomsz, kimegy az e-mail, és akkor azon a linken keresztül meg tudod változtatni, a jelszavadat. Ja, mert még az, hogy hogyan kell a Matrixokat használni, hát ezt is ezer milliószor megkapom, bár nagyon sokszor már elmondtam, de akkor elmondom újra. A M ezeket a, ezek hangállományok, ezeket értem hallgatni kell, de nem, a, nem az a lényeg, hogy a füledet érje el, hanem a szervezetedben menjen át, hát hallod, hogy én is most éppen átás vagyok, a vackot elkaptunk megint, de egy-két nap aztán rendbe jövünk, mert használjuk ezeket a technológiákat. A szervezetedet el kell, hogy érje ez a hanghullám, egyfajta interferencia képet hoz létre, ez nem kell ezzel foglalkozni. A lényeg az, hogy szóljon a hang, miből, honnan. Hát, a legrosszabb esetben mobiltelefonból, fülhallgatón keresztül is működik, fejhallgatón keresztül is működik, TV, média lejátszó, bármi, ami hangot tud kiadni, mondjuk legalább egy 22 kHz-et. 44,1 kHz volna az optimális, de ezek nagyon drága hangszórók és teljesen fölösleges, mert jelvesztesség mindig van, tehát azt nem tudod megoldani, hogy ne legyen jelvesztesség, és nem tudod megoldani, hogy százszázalékosan megkapja ezeket a hangállományokat, na úgy értem a szervezetet százszázalékos, de elkapja. Ezért akkor most egy titkot elárulnék, hogy az állományok úgy vannak létrehozva, hogy többfajta fájlnév szerepel benne, és eltérő hosszúságúak a fájlok, tehát hogyha vásárolsz hullámgenetikai fájlokat, ezek, ezek eltérő hosszúságok, eltérő fájdarabokból áll. Mindegyik fájdarabnak eltérő a hossza, attól függ, hogy milyen biológiai mintából lett létrehozva, az egyéni mátrixok sem egységesek sokszor. Azért, és akkor most mondom a lényeget, mert egyes fájlok különböző vivőfrekvenciákkal van elkészítve, azért, mert nem lehet azt garantálni, hogy az adott vivőfrekvencia az téged el fog találni és fog hatni, ezért több fáj készült, hogy az egyik az, az eddigi tapasztalatok alapján fog ráhatni. ezért van több fáj, ezért kell végighallgatni az egészet, nem kell azzal foglalkozni, hogy most melyikkel kezded, meg melyikkel fejezed be, teljesen mindegy. Úgyis egy-kettő fáj nem fog ráhatni, viszont egy-kettő meg fog ráhatni. És ez a probléma egyébként, csak úgy érdekességnek mondom a biorezonciás készülékeknél is, hogy általában azok csak egy-egy frekvenciával dolgoznak. A jó gépek azok, amelyek meg is mérnek téged, és a méréshez képes változtatják meg a, a, kimenő frekvenciákat. De itt önmagában, még egyszer mondom, a mi esetünkben nem a frekvencia a lényeg, hogy milyen frekvenciák vannak benne. Ennél sokkal bonyolultabb a dolog. De vannak hívő frekvenciák, aminek az a lényege, hogy úgymond bekapcsolja a szervezetet. Aztán utána, ami benne van tartalom, az, az el is érje és hasonlád és különböző, vívő, videó, különböző vívőfrekvenciák vannak a különböző fájlokban. Tehát ezért van több fájl. És ezért, ezért nem lehet azt mondani, hogy egyfajta megoldás a tuti, mert nincs tuti. Hangerő teljesen mindegy, lehet se hallani. Mellett egyébként nézhetsz tévét, játszhatsz számítógépen, hallgathatsz, hallgathatsz zenét, csak ne nyomja el. Tehát ez, ez volna a lényeg, hogy, hogy ne olcsak ki teljesen ezt a hanghullámot ennyi nagyjából, ahogy működik, úgy nagy, nagyon nagy vázlatokban. És akkor ugye most ingyen ki tudjátok próbálni, úgyhogy a te a Follow Matrixot azt megvásároljátok 0 euróért, és akkor onnantól kaptok egy letöltési linket, amikkel ezt be tudjátok tölteni, ezt már az előbb mondtam. Úgyhogy ha valaki esetleg ezt nem tudná, hogy hogyan működik, vagy hogyan kell használni, akkor ezt a videót légy osszátok meg vele, illetve ami fontos még, hogy, hogy mobiltelefonnal ne tehát az számít, hogy kéne hozzá, ezek cip, tömörített fájlok. -ok. Egy tömörített fájlt töltesz le, azt ki kell tömöríteni, és ebben vannak benne a mappák, meg a fájlok. -ok. És utána azt, ezt kell hallgatni, ezek, ezek VV és MP3 fájlok -ok egyébként. Tehát, hogy valaki írta nekem, hogy VV-et nem tud lejátszani, csak MP3-at. Van ilyen, ugye, a lejátszótól függ, hogy mit használod, milyen telefonom, milyen eszközön. Ezért van Hát nem mindegyik hullámgenetikai állománynál, de bizonyos állományoknál van vév is, meg MP3 is a csomagban. Mind a kettő, mert ki tudja, hogy mivel játszol az illető. Egyébként vév volna a legjobb, mert kevesebb a veszteség. Az MP3 az egy tömörített állomány, a frekvenciás sávokat levágja, de ilyen technikai dolgokról nem akarok nagyon beszélni, mert azt veszem észre, hogy az ember igen nagy százaléka nem érti, miről beszélek. Úgyhogy ezt inkább hagyjuk is. Egyszerűen csak törzs le, próbáld ki, nézd meg, mennyire működik. Ennyi és ha minden jó megy, akkor azt fogod látni, hogy ugye most hallod a hangomat, egy-két nap múlva valószínűleg semmi bajom se lesz, remélhetőleg. No, hát mondom, pudin próbálja az evés, rácok, és most ingyen lehet enni. Na, sziasztok!